Üresek a folyosók az Rényi Ilona gimnáziumban. A kormány a múlt héten azonban már döntött az újranyitásról. Várhatóan április 19-én kezdődhet a jelenléti oktatás. Addig azonban soron kívül oltják be az óvodai és iskolai pedagógusokat, bölcsődei dolgozókat. Első körben a március 24-éig regisztrált pedagógusok kaphatnak oltást, őket a hét közepén SMS-ben értesítik az időpontról. Várhatóan csütörtökön, pénteken és szombaton zajlik majd a vakcinák beadása a lakóhelyhez legközelebb eső kórházi oltópontokon. A második kör húsvét után lesz azok számára, akik március 24-e és 29-e között regisztráltak. Országosan több mint 13 ezer bölcsődei, 180 ezer köznevelésben és 30 ezer középfokú szakképző intézményben dolgozó jogosult a pedagógusok kampányszerű oltására, köztük a nyíregyházi Zrínyi Ilona gimnázium dolgozói is. Természetesen nagyon vártuk már azt, hogy az oltási sorban következzünk, hiszen kitűzött időpontok vannak, és itt most nem feltétlenül az iskolába való visszatérésre, hanem az érettségére gondolok. Egy-egy érettségi napon, amikor mondjuk emelt szint is van az iskolában, akár 200-300 tanuló is előfordulhat. Tehát azt gondolom, hogy nem kell indokolni, hogy minden dolgozó, nem csak a pedagógusok, hanem a technikaiak is nagy-nagy veszélynek vannak kitéve. Az intézmény igazgatója nem csak a nevelő testületet értesítette, hanem a gondnokokat, takarítókat és irodai dolgozókat is. Hogy milyen vakcinát kapnak, arról még nincs információjuk. A Zrínyiben dolgozó közel 70 pedagógusból 5-en kapták meg eddig az oltást. Az iskolában a kora ősz volt a legnehezebb. Amikor a fiatalabb korosztályra volt veszélyes a vírus, akkor 5-en estek már át a fertőzésen. Bár pontos számok nincsenek egyelőre, a pedagógusok nagy része igényelni fogja most az oltást. Sokkal nagyobb a hajlandóság. Hát azért azt gondolom, hogy racionálisan gondolkodó lények vagyunk. Tudjuk, hogy itt 3 héten belül, 4 héten belül érettségi vizsgát kell lebonyolítanunk jelenléti formában. Ugye ezt minden nap halljuk az oktatási kormányzat részéről, hogy az érettségi jelenléti formájában, írásban és szóban is meg lesz tartva. Elemi érdek, hogy valamiféle védettségre tegyünk szert. És azért az utóbbi napok járványügyi adatai hát mindenkit személyes rémülettel is eltöltenek, tehát én sokkal nagyobbnak érzem a hajlandóságot, ahogy beszélgetünk. Sőt, amikor ugye arról volt szó, hogy már kit oltottak, kit nem oltottak, többen vagyunk úgy 60 fölöttiek, hogy még nem kerültünk sorra, tehát azt sok esetben tartottuk méltatlannak, hogy krónikus betegséggel küzdve 60 fölöttiek, szinte még senki nincs beoltva a tantestületből. A pedagógusok oltási programjához szükséges vakcinákat a regisztrált idősek oltására tervezett vakcina készletek átcsoportosításával lehet megoldani, terül ki a koronavírus.gov.hu oldalról.